Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Szokásos módon két részből áll a mai esténk is. Lesz közte egy szünet, az első egy díjmentes rész, módszerek nélkül, a második pedig módszereket is nyújt az embereknek. Az első az egy tudatosságfejlesztő, a második pedig konkrét élet- és emberismeret képzés, coach képzés, hogy képesek legyenek az emberek kihozni magukból a legtöbbet és a legjobbat, illetve ha esetleg valakinek arra van kedve, akkor másokból is. Kezdjünk is hozzá, tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Ha mondjuk lenne egy 10-es skála avval kapcsolatban, hogy egy ilyen elégedettségi skála, hogy mennyire vagy elégedett a jelenlegi világunkkal, akkor vajon ezen a 10-es skálán hanyas osztályzatot adnál? Mínusz 2. Hát de mínusz nincs rajta, csak 1-től 10-ig van. Nem, nulla sincs, 1-től 10-ig. 1-es, 2-es? 1-es. 3-as? Aha. 1-es, 2-es, 3-as? Jó. Oké, hát nem valami szívderítő. Éppen vásároltam valahol, és előkerült ez a kérdés, hogy és hát nagyon nem volt elégedett az eladó a jelenlegi világunkkal, tehát kevés az olyan ember, aki jelenleg elégedett ezzel a világgal, nem? De hát, hogyha vannak ilyenek, akkor az olyan furcsa világnézettel rendelkező emberek. Nyilván nem azt kell nézni, hogy kinek milyen a helyzete, hanem azt kell nézni, hogy milyen az emberek helyzete. Tehát, hogyha az ember magából indulna csak ki, akkor lehet, hogy az ember találkozna olyannal, akik azt mondanák, hogy ők elégedettek a jelenlegi világgal. Miért? Mert maximálisan kihasználják az embereket, és akkor ezáltal ő teljesen elégedett. De az a baj, hogyha az emberek hosszabb távon rossz hangulatúak, akkor ez mindenre kihat. Tehát ez nem csak ugye saját magukra hat ki, hanem a környezetükben lévő emberekre is kihat. Sokan azt gondolják, hogy úgy kell élni itt a 21. században, mint ahogy én például gondoltam, hogy élni kell, de én ezt a 20. században gondoltam. Tehát a 20. században én úgy nagyjából úgy éltem, mint most az emberek itt a 21. században, legalábbis az emberek többsége. Tehát ugye a 20. században nekem is voltak olyan gondolataim, hogy azért kell élni, hogy túléljünk, vagy azért, hogy minél több pénzt költsünk. Meg nyilván az még az élet, értem, hogy az embernek legyen családja, legyen gyereke, utód, aki majd tovább viszi ugye az embernek a nevét, stb. Stb. Tehát azt gondoltam, mint a legtöbb ember manapság, hogy ez az élet értelme. Tehát ugye azt gondolják emberek, hogy mikor én fiatalon így gondolkodtam, akkor teljesen jogos, hogy valaki most fiatal, akkor ugyanígy gondolkodik. Tehát ugye mikor valaki azt mondja, hogy a fiatalok nem gondolnak a jövőre, megmondom őszintén, én sem olyan nagyon gondolkodtam a jövő kérdésében a 20. században, csak akkor
azt nem tudják a fiatalok, hogy akkor volt egy stabil világ. Egy olyan stabil világ, ami azt jelenti, hogy például valaki megtehette azt, hogy elment egy munkahelyre, és utána arról a munkahelyről ment nyugdíjba. Érted? Úgy értve, hogy mondjuk 35 év munkaviszony után. Tehát simán egy csomó olyan ember volt, akinek életében egy munkahelye volt, és ott kezdett, és ott fejezte be a munkai pályafutását. Hát most nem találsz ilyen embert, ugye itt a nyugati társadalomban. Magyarországon meg aztán biztos, hogy nem. Tehát egy sokkal stabilabb világ volt. Hát akkor az emberek megtehették azt, hogy saját erőből építkezzenek, érted? Tehát saját erőből. Megtehették azt, hogy mondjuk úgy föl... Említettem az imént a telefonkérdést. Hát ilyenkor akkor érdemes nem csak kikapcsolni, hanem leellenőrizni is, hogy kikapcsolta az ember. Szóval annak idején ugye egy stabil világ volt, ott tartottam, ahol az emberek tudtak például saját erőből mondjuk fölépíteni egy házat. Miért? Mert nem voltak olyan szigorú szabályok egy háznak az építésével kapcsolatban, mint manapság, ami azt jelenti, hogy nem kellett szakember egy házépítéshez. Tehát simán föl lehetett építeni úgy egy házat, hogy nem volt ott mester, érted? Tehát jó, mi csak bővítettük építési engedéllyel a házunkat, de nem volt mester, érted? Nem kellett igazolni mesternek a jelenlétét. Gyakorlatilag, mit tudom, a villany, a közvetlen, az óra szekrény, villanyóra szekrénybe való bekötésen kívül semmihez nem kellett szakember, semmihez. Nem kellett igazolni semminél a szakembert, érted? Most próbálj bármit úgy építeni, hogy szakember nélkül. És a szakemberek régen ez úgy működött, hogy annyit kértek, amennyi az anyagköltség. Most már jóval többet kérnek, pedig az anyagköltség sokszorosára ment föl, de mégis a szakemberek jóval többet kérnek, mint az anyagköltség, ráadásul a szakemberek nagy része nem is szakember, csak papíron, érted? Közben egy kontár. Tehát soha nem volt ennyi reklamáció egy lakásépítésnél, érted? Egy házépítésnél. Tehát aki most vesz egy új lakást, vagy egy új házat épített, egy csomó probléma van avval az építkezéssel. Tehát én például fölépítkeztem úgy, hogy mondom, az áron bekötésen kívül a szakember, az a villanyszerelő szakember volt, de az sem mester volt, elég volt, hogy volt papírja arról, hogy ő a villanyszerelő. Érted? És beköthetett áramot. És ezen kívül fölépítettünk úgy, hogy utána én gyakorlatilag fölépítettem úgy, hogy semmilyen építési szakemberi képességem nincsen, és nem kellett utána javítgatni. Érted? Tehát semmit, utána nem kellett éveket javítgatni. Úgy fölépítettem. Tehát ami azt jelenti, hogy most nem lehet ezt megcsinálni. Tehát egy olyan világban vagyunk, élünk, ahol eleve ott kezdődik, hogy minden túl van szabályozva. Mióta az EU-ba bekerültünk, szerintem vagy háromszor, vagy ötször annyi szabályozást készítettek, mint előtte volt. Itt mindent szabályozni akarnak. Tehát eleve egy olyan világban élni, ahol ultra szabályozott minden, hát sokkal nehezebb, mint mikor lazán építkezhettek az emberek. Hát ugye az előző, az én generációm előtti generáció még úgy építkezhetett, hogy nem is kellett építési engedély. Érted?
Tehát nem, hogy szakemberek nem kellettek, még építési engedése kellett. Tehát egy olyan világban élünk, ahol ha csak ezt az egy szempontot nézzük, hogy mindent szabályozni akarnak, most gondold végig, mit tudom én, van egy baleset, ahol mondjuk meghal három ember, utána megváltoztatják a kreszt, érted? Tehát bármilyen olyan extra dolog történik, akkor fogják és megváltoztatják a szabályt, szigorítanak rajta. Azért, mert történt egy eset, érted? Tehát mindent szabályozni akarnak, lassan már azt is szabályozni akarnak, akarják, hogy otthon mikor mehetsz a WC-re. Otthon. Nem a munkahelyeden, otthon. Érted? Tehát hát ha valaki ebben azt látja, hogy egy baromi jó világban élünk, hát most gondold végig, hova fajul ez az egész? Tehát egyre rosszabb ebben a tekintetben a világunk. Tehát nem az a jó világ, hogy sokkal több a termék, amit vásárolhatsz. Tehát ugye akiknek tanították fiataloknak, és a szüleik nem meséltek a múltról, mondjuk az én időszakomról, akkor ugye azt gondolják, hogy hó, hát volt egy szocializmus, és ott milyen rossz volt. Hát az a világ sokkal kevesebb termék volt, de reméheztünk, és megvolt mindenünk, ami akkor kellett, érted? Hát nekem a szocializmusban is volt autóm. 79-től autótulajdonos vagyok folyamatosan, érted? 79-től. Ami azt jelenti, hogy 18 éves koromtól. Na most, tehát akkor is meg lehetett az embernek vásárolni, csak nem annyi mindent vásároltak. Akkor nem volt egy családban 3-4 autó. Érted? Akkor minden harmadik, negyedik családban, vagy ötödik családban, vagy tizedik családban volt egy autó. És akkor is eljutottak oda az emberek, hova akartak. Jó, mit tudom én, szocialista országok, tehát meg volt határozva, hogy volt piros útleveled, és a szocialista országokba utazhattál. És nyugatra kék útlevél kellett, amit mindenféle szigorú követelményeknek feleltél meg, kellett megfelelni, tudod miért? Ezt úgy hívták akkor, hogy azért, hogy ne diszidálj. Hogy ne diszidálj, ne hagyd el az országot, érted? Ne legyél diszidens. Mert a diszidensek, mit tudom én, hány évtizedig nem jöhettek haza. Érted? Tehát ilyen szigorú dolgok voltak. De miért akartak volna diszidálni? Persze 56-ban diszidáltak az emberek, de utána már nem akartak diszidálni. Érted? Persze akkor kiment, kivándorolt 200 ezer ember. De utána már nem. Tehát azt gondolják a fiatalok, hogy a mi világunk, amikor mi voltunk fiatalok, az sokkal nehezebb volt. Nem. Sokkal könnyebb volt. Közel nem volt így szabályozva. Hát gondold végig, mit tudom én, 150 ezer forintból fölépítkeztünk, mit tudom én, 40 négyzetmétert. Érted? 150 ezer forintból. Mert annyi, hogy csak az anyagot megvettük. És minden munkadíj az ingyen volt, érted? Mert mit csináltuk? Tehát nem kellett szakemberekre fizetni. Most, mit tudom én, mondjuk az a 40 négyzetméter, az mondjuk biztos lenne 200 ezer forint négyzetméterre, csak az anyagköltség, az önmagában mondjuk 8 millió, és még mondjuk lenne a munkadíj, még vagy 12. Tehát a 40 négyzetméter az 20 millió forint. Abból az anyagból, amiből akkor építkeztünk, tehát téglából, fából, a tető, stb. Stb. Érted? Tehát beton alappal, stb. Na most, tehát egy sokkal lazább
világban voltunk, pedig az embereknek azt tanítják, a gyerekeknek azt tanítják, hogy milyen nehéz időszak volt. Nekünk is azt tanították, hogy az előző generációknak milyen nehéz volt. Mert mit tanítottak? Azt tanították, hogy hát volt adó. Mert mikor én voltam gyerek, nem volt adó. Érted? Tehát semmilyen adó, nem áfa, semmilyen, egyáltalán nem volt adó. Mikor én az iskolába jártam, nem volt olyan, hogy adófizetés. Nem volt. Volt adó, kutyákra kellett fizetni adót, meg volt kémény adó. Érted? De ilyen pár forintok voltak ezek akkor. Jó, az mit tudom én, azóta 200-szor annyit ér, vagy ér kevesebbet a forint körülbelül. 200-szor kevesebbet ér a forint, tehát 200-adát éri a forint, mint annak idején, de gondold végig, ez a kétféle adó volt. Kémény adó, meg volt kutyaadó, aztán akinek volt kutyája. Aztán slusz, passz, semmi más. Tehát, ha azt gondolja valaki, hogy az persze nehéz világ volt, akkor, mikor háborút veszítettünk, két világháborút elveszítettünk. És kellett törleszteni, ugye a háborús jóvátételt kellett az országnak fizetni évtizedeken keresztül, onnan, hogy elveszítettük a háborút 19-ben, meg onnan, hogy 45-ben elveszítettük a háborút, évtizedekig kellett törleszteni az országnak háborús jóvátételt, és persze ez keményen rányomta a bélyegét a lakosság anyagi helyzetére, de ugye ez elsősorban mondjuk a olyan 56-ig volt komoly probléma. Ugye még a Rákosi időszakban, már a Gerő korszakban, 56-ban már nem, de előtte. Tehát az nehéz időszak volt, mikor a beszolgáltatások voltak, hogy mit tudom én, fogták azt a disznó nagy részét, elvitték, mint háborús jóvátételt kellett kifizetni, érted? Tehát persze akkor ez gond volt, de a 60-as évek elejétől, 50-es évek végétől már nem volt gond. Tehát a Kádár korszaktól már nem volt rossz világ. Persze, mit tudom én, egy pártrendszer volt. Most mondok példát. Kínában, Kínában, ahol egy pártrendszer van, mivel rosszabb a helyzet, mint mondjuk Amerikában? Mivel rosszabb a helyzet? Semmivel. Ugyanúgy mehetnek a világba a kínaiak, ahova akarnak, kitelepülhetnek. Sokkal nagyobb gazdasági növekedés van, mint Amerikában, már évtizedek óta lassan. Érted? Mivel rosszabb ott? Mivel rosszabb? Semmivel. Milyen ellenőrzés? Azt gondoljuk, hogy ellenőrzés van. Éltél kint? Honnan tudod, hogy mi van? Azt mondanak, amit akarnak. A média azt mond, amit akar. Nyilván a nyugati lemaradt gazdasági növekedésű országokban lévő média nyilván le akarja járatni azt az országot, ahol nagyobb a gazdasági növekedés. Nyilvánvaló. Világos ez? Szóval, egy olyan világban élünk, ahol gondoljuk végig, hogy folyamatosan mondhatjuk azt, hogy romlott a lakosság helyzete mettől, mondjuk a 80-as évek közepétől, végétől talán, onnantól, de nem csak itt, hanem nyugaton. Tehát a 80-as évek közepéig nyugaton egy fizetésből egy családot el lehetett tartani. Hogy egy fizetésből? Úgy, hogy a nőknek nem kellett ott dolgozni munkahelyen. Nyilván nem minden család élt így, de egy átlag családnál ez így működött. És ráadásul még több gyerek is született, mint manapság. És mégis egy fizetésből el lehetett tartani egy családot nyugaton. Nem itt nálunk,
Ugye nálunk nem, mondom, háborús jóvátétel, és itt nem volt Marshall segély. Tehát az összes nyugat-európai ország, például Németország is Marshall segélyt kapott, érted? Segélyt, amit nem kell visszafizetni. A szocialista országok, nem emlékszem, hogy kaptak Marshall segélyt. Mi magyarok biztos, hogy nem kaptunk Marshall segélyt. A segély az nem visszafizetendő, érted? Tehát a nyugati vesztes államok is kaptak Marshall segélyt. Annak ellenére, hogy nekik is kellett jóvátételt fizetni, de kaptak Marshall segélyt. Nekünk, magyaroknak a saját erőnkből kellett kilábalni a háború két problémájából, a két világháború két problémájából. Érted? Hogy vesztesek voltunk, az volt a probléma. És persze, hogy emiatt nem tudott ugye az ország olyan módon fejlődni, hogy kellett visszafizetni a jóvátételt, nem volt Marshall segély, mint mondjuk nyugaton. Hát de gondoljunk végig. Volt egy Európa, első világháború, és ott vesztes ország voltunk, és utána a háborúig Magyarország produkált egy olyan fejlődést, ami páratlan volt a világban. Tudtátok? Hogy a legnagyobb fejlődést produkáltuk a két világháború között. Mi magyarok. Annak ellenére, hogy vesztes ország voltunk, annak ellenére, hogy a területünk kétharmadát elvitték. Érted? Ezt megcsinálták a magyarok. Tehát talpra álltak a második világháborúból is a magyarok. Érted? Persze, hogy mivel nem volt Marshall segély, nem tudtunk olyan életszínvonalat elérni mi magyarok, ugye mondjuk a szüleink, nem tudtak, nagyszüleink, az én szüleim, nagyszüleim nem tudtak olyan életszínvonalat elérni, mint nyugaton. De csoda volt, hogy azt az életszínvonalat elérték. Ami azt jelenti, hogy ahhoz a körülményhez képest jobb volt az élet, mint most, életszínvonal szempontjából is. Sokkal kevesebb volt a lakosság százalékos arányához képest a szegény, mint most. Érted? Most jóval több a szegény százalékosan, mint anno annak idején, amikor ugye mondjuk én voltam gyerek. Vagy fiatal. Tehát ez, ha valaki azt látja, hogy nem romlik a lakosság helyzete, akkor rosszul látja. Hát nyugaton is romlik, könyörgöm. Hát ha egy fizetésből már nem lehet megélni, csak kettőből, akkor romlik a helyzet. Értitek? Ezt most miért mondom? Azért, mert én tudom, hogy ezzel tisztában vannak azok, akik itt tanulnak. De mi van azokkal, akik nem tanulnak itt? És ha itt tanulsz, mit mondasz azoknak, akik azt mondják, hogy hát itt minden rendben van? Azoknak mit mondasz? Hát el kell mesélni egy történetet, rá kell világítani az embereket, hogy folyamatosan romlik az élethelyzet, érted? Tehát attól, hogy árudömping van, attól még nem azt jelenti, hogy javult az élethelyzet. Az árudömping az egy dolog. Bár most már kicsit hasonlatos, mint a szocializmusban, hogy várni kell dolgokra, hogy megkapjad. Mert éppen elfogyott, aztán ki tudja, mikor érkezik. Tehát például ugye a Levente autójához, a kisebbik fiam, autójához kellett alkatrészt venni. És heteket kell várni az alkatrészre, érted? Mire megérkezik? Heteket. Mint régen. Nem úgy van, hogy van, hanem várni kell, meg kell rendelni, és akkor egyszer csak majd ideér. Érted? Volt, ami volt, volt, ami nem. Na szóval,
Most gondold végig, vajon miért van az, hogy romlik az emberek, az átlag emberek, vagy a népesség, inkább úgy mondanom, a népnek az életminősége? Miért romlik? Hát nagyon egyszerű a válasz. Mert egy szűk sávnak viszont az életminősége bazimód javul. És az a széles sávnak a rovására megy. Nem tudom, ez világos-e. Tehát soha ilyen gazdag emberek a világ történelemben nem voltak, mint most vannak. Soha. A királyok, a császárok közel nem voltak ilyen gazdagok, mint most családok. Tehát királyi családok, császári családok közel nem voltak olyan gazdagok, mint most családok. Tehát egy szűk réteg, egy 0,1%-ban, érted, több pénz van, mint a lakosság nagy részének a világban. Érted? Tehát gondold végig, olyan gazdag családok vannak, hogy a gazdag családok az országok adósságállományát ki tudnák fizetni. Ugyanis az országok magán családoknak tartoznak, hogy tisztában legyél ezzel. Ugyanis az összes bank, akiknek tartoznak az országok, azok mind magánkézben vannak. Tehát a világ összes tartozása, ami bankok irányába van, az magáncsaládok kezében van. És gyakorlatilag a bankok igen nagy százaléka a bolygón, közvetlenül vagy közvetve 13 család tulajdonában van. A bankok nagy része. Érted? Tehát most gondold végig, ma a világon az adósságállomány több, mint az a világ vagyona. Az adósságállomány több, mint a világ vagyona. És az az adósság, az bankoknak való tartozás. A bankok tulajdonosai pedig magáncsaládok, magánszemélyek. Érted? Tehát akkor gondold végig, hogy akkor ők, azok a magáncsaládok, azok milyen gazdagok? Hát ezt át kellene látnod. Érted? Tehát soha ilyen gazdag családok nem voltak, mint most vannak. Soha. Tehát ez azt jelenti, hogy úgy működött, ezt tanultuk történelembe, te nem jártál történelem órára? Tanultuk történelembe, hogyha a gazdagok gazdagodnak, akkor a többiek szegényednek. Ezt tanultuk történelemből, basszus kulcs. Nincsenek csodák. Tehát a gazdagok gazdagodnak, a szegények szegényednek. Világos ez? Vagy ha nem a szegények, akkor az átlag szegényedik, tök mindegy. Az azt jelenti, hogy ha egyesek gazdagodnak, akkor a többség az szegényedik. Világos ez? És nagyon egyszerű, ugye, statisztikával azt bizonyítani, hogy hát az emberek nem szegényednek. Nagyon egyszerű. Miért? Mert csinálni kell inflációt, az pénzromlást, tehát csinálni kell pénzromlást, érted? És be kell bizonyítani, hogy az emberek mennyivel többet keresnek. Világos ez? De ugye azt nem fogják propagálni hozzá, hogy közben a pénzromlás nagyobb mértékű, mint amennyivel az emberek többet keresnek. És az emberek meg vannak etetve azzal, hogy nőtt az életszínvonaluk. Közben dehogy nőtt, mert a pénz értéke az nagyobb mértékben csökkent,
mint amilyen mértékben emelkedtek a jövedelmek. Ráadásul még ugye van másik manipuláció is, hát az, amikor egy olyan inflációt mondanak, egy olyan pénzromlást mondanak, ahol egy az, hogy úgyse tudsz utána nézni, hogy az valóban úgy van-e, egy, kettő, senki nem tud utána nézni, hogy valóban úgy van egy, úgy van ez, három, hát gyakorlatilag az egy átlagos pénzromlás, érted? De az emberek nem az átlagos pénzromlást látják, hanem azt a pénzromlást érzékelik, amit zömében vásárolnak, amit rendszeresen vásárolnak, és amit rendszeresen vásárol az ember, ott a pénzromlás nagyobb mértékű, jóval. Most gondold végig, vesz az ember egy kameraállványt, hány kameraállványt vettél már életedbe? Mert például az nem emelkedett az elmúlt 5 évben. Na, érted? És mondom, hányat veszel? De az ugyanúgy benne van az átlag statisztikában, érted? Tehát egy csomó olyan dolog, amit a lakosság nagyon ritkán vásárol, vagy sose vásárol, az is ott van a statisztikában, és csökkenti az átlag inflációt, az átlag pénzromlást. Világos ez? Tehát gondold végig, egy olyan világban élünk, és ez az áloga. Tehát gondold végig, mondok egy példát. Nem tudom, tudjátok-e, hogy a Covid alatt a gazdagok nagyobb mértékben gazdagodtak, mint bármikor előtte. Na, erre van gombot. Nem hiszed? Nézz utána. Te azt gondoltad volna, hogy a világon mindenki rosszabbul járt a Covid-dal, aha, a gazdagok pedig soha nem látott mértékben gazdagodtak. És ez ugyanígy van most a Covid óta is, a háború miatt. A gazdagok olyan mértékben gazdagodnak, amilyen mértékben előtte nem gazdagodtak. Érted? Az azt jelenti, hogy gondold végig, az érték, tehát nem a pénzről beszélek, az értékről beszélek. Az érték a bolygón az egy fix dolog. És az érték az azt jelenti, hogy gazdát cserél. Bizonyos embereknél, a többségnél kevesebb lesz az érték, egy kis szűk rétegnél több lesz az érték. Világos ez? Tehát, hogyha az az érték gazdát cserél, és a gazdagoknál egyre nagyobb az érték, akkor tök logikus, hogy a kis jövedel, tehát a kis vagyonúaknál kevesebb érték lesz. Tehát az ő vagyonuk csökken. Hát most gondold végig, hát van egy szabály ebben kapcsolatban. Ha a tartozásod, tehát úgy szól a mondás, hogyha több a hiteled, mint a vagyonod, akkor szegényebb vagy a templom megerénél. Na ez a mondás. Tehát ezt elmagyarázom, jó? Hogy van ez? Ez azt jelenti, hogyha több pénzzel tartozol a bankoknak, mint amennyiért tudod értékesíteni a vagyonodat, akkor szegényebb vagy a templom egerénél. Világos ez? Ez így működik. És tudjátok, hogy a Földön hány olyan ember van, akinek nagyobb összeget kell visszafizetnie, mint a vagyona? Oké? Tehát most gondold végig, ha egy ember mondjuk házat akar építeni,
és azt mondja, vagy venni egy lakást, tök mindegy, azt mondja, hogy nézzük forintba, mit tudom én, van 5 millió forintja, jó? Hát abból nem vesz semmit, és mondjuk 50 millióért akar venni egy lakást, és föl kell vennie 45 milliót, és a bank azt mondja, hogy oké, okay, arra az összkamat 15 millió, oké, okay, amit majd ki kell fizetni, az egy tök normál kamat, az egy teljesen normál kamat, érted? Hát az azt jelenti, hogy egy harmadát fizeti ki kamatba, hát az nudli, az semmi. Na, szóval nézzük tovább, az azt jelenti, hogy 45 meg 15 az 60 millió, világos ez? Tehát van 60 millió tartozása, világos? De az ingatlan értéke csak 50 millió, tehát az illető szegényebb a templom egerénél, világos voltam? Mert a tartozása több, mint az ingatlanának az értéke, tiszta és világos? Oké, okay. Ugyanez egy autó esetében is, ugyanígy működik, oké? Okay. Jó, de nyilván a legnagyobb érték az ma Magyarországon az ingatlan. Ha megnézel egy 2004-es írásomat, ami fönn van az oldalon, a küldetésünkben van benne, jó? Ott benne van az, hogy mivel Magyarországon egyfőre esően, ez 2004-es írásom, egy családra esően a legnagyobb arányú ingatlannal, ingatlan tulajdonnal rendelkezünk Európában, ezért mindent el fognak követni, hogy ez a szám csökkenjen. Ez benne van a 2004-es leíratomban, érted? Hogy mindent el fognak követni annak érdekében, hogy csökkenjen az az arány, hogy Magyarországon az emberek a vagyonukat ingatlanba tartják, érted? Ebben már jócskán tettek, de még mindig elég előkelő helyen vagyunk, oké? Tehát nyugaton az a példa, hogy a családok nagy része bérleményben él, oké? Okay? Az nonsens, hogy a volt szocialista országokban élők azok meg nem bérleményben élnek, hanem tulajdonban, ez nonsens, ráadásul úgy, hogy EU tagok, pedig 2004-ben mikor csatlakoztunk az EU-hoz? Na akkor, akkor írtam ezt, mikor az EU-hoz csatlakoztunk, így van, utána írtam ezt, hogy mi várható az EU-val kapcsolatban, jó? Tehát az egyébként mind bejött, kivétel nélkül, olvasd el, mind bejött, amit mondtam, hogy ez így lesz, úgy lesz, amúgy lesz, egy csomó dolog van ott leírva, mind kivétel nélkül megtörtént, vagy éppen folyamatban van. Brüsszelbe olvasták. Lehet, hogy Brüsszelbe olvasták, igen. Szóval a lényeg az, hogy gondold végig, hogy mondom, tesznek azért, hogy az embereknek rosszabb legyen, tehát, de ha nem tennének, akkor is logikus, ha ők gazdagodnak, a többség szegényedik, világos ez? Mert a világon az érték az fix, világos ez? Az fix, és azt cseri a gazdát. Ha bizonyos embereknél több az érték, akkor bizonyos embereknél kevesebb az érték. Logikus, nem? Mi nem látjátok ezt át? És ők, nekik egy céljuk van, hogy minél több érték legyen a kezükben. Világos ez? És ez a céljuk mióta? Tudjátok mióta? 1900, nem, de 1900-as évek elejétől. Tehát volt egy olyan tervezet, hogy világos legyen, hogy meg kell szüntetni a hatalmakat Európában.
Három hatalom volt. Orosz birodalom, német birodalom és osztrák-magyar birodalom. Ez a három birodalom volt Európában. És hogy mind a hármat meg kell szüntetni. Ez volt a terv az első világháború előtt. Kettőt sikerült megszüntetni? Ezt kettőt fogták, meg is szüntették. Megszűnt az osztrák, magyar, és megszűnt a német, mind birodalom. Mind a kettő. Az orosz nem. Hát azt nem tudták. Azt nem tudták. Azt nem tudták. Akarták, de nem sikerült. Az nem sikerült. Az túl nagy falat volt. De kettőt elérték. Utána indult a revízió, hogy visszaállítani ezt a két birodalmat. Az európaiak akarták visszaállítani. Visszatudták? Nem tudták visszaállítani. A harmadik megint sértetlen maradt, sőt, tovább nőtt. Pedig azt is meg akarták szüntetni a második világháborúban is. Tehát, hogy Hitler megtámadja Oroszországot, Amerika szponzorálta. Világos ez? Gondoljátok végig, Németország egy olyan ország volt, amelynek nem volt hadserege, és gyakorlatilag az országnak alig volt bevétele, és olyan éhínség volt a két világháború között, a második, első világháború után, olyan éhínség volt, hogy esélye nem volt, hogy újból hatalom legyen. És hogy tudta felfejleszteni az országot? Amerikai támogatással. De nem az állam, amerikai állam támogatta, most ne értsétek félre, hanem például a Rockefeller család. Világos ez? A Rockefeller család milliárdokkal támogatta hitleri kormány, de nem csak a Rockefeller család, hanem még számos másik család. Érted? Miért? Hogy neki ugrasszák az oroszoknak, hogy megszűnjön a harmadik birodalom is. Mármint a orosz birodalom Európába. Világos ez? Nem tudtátok? Hát akkor épp itt az ideje. Ha meg tudtátok, akkor örülök neki. Legalább nyugtáztok. Szóval azért támogatták Hitlert, hogy neki menjen az oroszoknak. Érted? Hogy megszüntesse a birodalmat. És kik voltak ebbe a főkolomposok? Nakik? Az angolok. Az angolok. Így van, a britek. Így van. Nem is az angolok, mert a britek, mert ugye az több nép. Jó? Tehát a britek voltak a főkolomposok. Tehát a britek akarták megszüntetni ugye ezt a három hatalmat. Tehát a britek, ugye ők voltak a negyedik hatalom, csak ők nem a kontinensen voltak, hanem ugye a kontinens szélén, egy szigeten. És hát a nagy része a brit birodalomnak az ugye nem a környékén volt. Tehát világos ez, de ez a három birodalom az a kontinensen belül volt elsősorban birodalom. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy ugye az angolok, azok a világ más részén voltak, és nem Európában voltak jelen, csak ugye Angliában voltak, vagyis hát ugye a brit szigeteken. Jó, tehát ennyi. És most megint miről szól a történet? Ugyanaz. Visszatértünk oda, hogy megszüntetni a fennmaradt egy birodalmat. Érted? Az oroszt. De hát, ha két világháború alatt nem tudták megszüntetni, akkor most meg fogják szüntetni, szerintetek? Reméljük, hogy nem. Ki van csukva? Hát persze, hát ki van csukva? Hát ki van csukva? Tehát az oroszok gyakorlatilag mindent túléltek. Mindent. Ezt is túl fogják élni. Jó?
Szóval, na most de gondoljátok végig, ezt most azért meséltem el, hogy lásd, hogy mire törekednek. Tehát a birodalmakat Európában megszüntetni, ugye a világon megnézed, már csak három birodalom van. Illetve hát négy, de arról sose beszélnek, mert az angol az még mindig birodalom. Tehát a brit birodalom még mindig birodalom, most is. Ugye van a brit birodalom, akkor van az amerikai birodalom, van a kínai birodalom, meg van az orosz birodalom. Tehát van négy birodalom. És nyilván a brit birodalom az azért nem beszél magáról, mert az amerikai birodalom az gyakorlatilag az ők utasításai alatt állnak, érted? Tehát csak lássátok, hogy igazából a britek irányítják az USA-t is, oké? De ugye mindenkinek azt mutatják, hogy az USA az USA, érted? Közben nem így van, hanem a britek azok, akik irányítják gyakorlatilag ugye ezt az egészet. Hát most, ha nem lennél tisztában vele, az első világháborút is a britek indították el, meg a második világháborút is a britek indították el, és történelemben nem ezt tanultuk, hanem azt tanultuk, hogy az első világháborút az osztrák-magyar monarchia indította el, a nagy büdös akármit, azt, oké? Majd mindjárt mondom, hogy miért nem, és hogy a második világháborút meg a németek indították el, azt a tudod mikor. Na szóval nézzük meg az első világháborút. Az első világháborút mi csak egyszerűen megtámadtuk Szerbiát, erre mit csináltak a britek? Hadat üzentek az osztrák-magyar monarchiának. Mi közük volt Szerbiához? Semmi az ég adta a világon. És ezzel indult a világháború, hogy az osztrák-magyar monarchiának hadat üzent a brit birodalom, mert megmertük támadni a szomszédországot. Mintha például most, mert megmerte támadni az oroszok, megmerték támadni az Ukrajnát, hadat üzennének nekik az oroszoknak, az angolok vagy az amerikaiak. Érted? Hát abban a pillanatban, ha egy ország megtámadja a szomszéd országot, abból nincs világháború. Akkor van világháború, ha beavatkozik abba egy harmadik, de birodalom. Világos? Tehát egy birodalom beavatkozik. Tehát, hogyha beavatkozna mondjuk a kínai birodalom, vagy az amerikai birodalom, vagy a brit birodalom, rögtön világháború lenne. Világos ez? Csak hogy tisztában legyetek ezzel a kérdéssel. Tehát soha nem lett abból világháború, kismilli ország megtámadta a szomszéd országot. Soha nem lett belőle világháború. Akkor lett világháború, amikor egy birodalom hadat üszent az egyik támadónak. Világos ez? Miért? Nagyon egyszerű, mert mivel birodalom, ezért kiterjedt a világ nagy részén az ő érdekszférája, érted? És onnantól kezdve az ő érdekszférája támadható, oké? És persze akkor kiterjed a konfliktus a világ különböző pontjára, mert a világ különböző pontján van érdekszférája. Érthető ez? Na most akkor nézzük tovább. Tehát így indult az első világháború, hogy hadat üzentek ugye az angolok a szerbeknek, nem szerbeknek, a francot, a osztrák-magyar monarchiának, és mi történt? A németek pedig az osztrák-magyar monarchia segítségére siettek. Miért? Hát mert testvérnép az osztrákok meg a németek. És mi történt? A németek válaszul hadat üzentek a briteknek. Világos ez?
Így indult el az első világháború. Tehát nem mi indítottuk a világháborút, jó? Akkor nézzük a második világháborút. Az második világháború az pedig úgy indult, hogy volt egy Kelet-Poroszország, most a Kelet-Poroszország az Oroszország része. Oké? Ez Lengyelország felett van ez a terület. Oké? Ami azt jelenti, hogy Lengyelország veszi körül, most már nem teljesen úgy, mert valami Litvánia is, vagy mi a manó részben, de Lengyelország fölött, és a tenger felé van szabad kijárása. És ez a Kelet-Poroszország, ez Németország része volt. És meg voltak állapodva a lengyelekkel, hogy egy szabad utat biztosítanak Németország és Kelet-Poroszország között. Ez olyan volt, mint Nyugat-Berlin és Nyugat-Németország között volt egy út, ahol lehetett szabadon közlekedni. Világos ez? Arra még lehet, hogy emlékeztek. Vagy tanultátok, ha nem emlékeztek. Tehát Nyugat-Berlin és Németország között szabadon lehetett közlekedni. De úgy, hogy nem lehetett arról az autópályáról letérni. Világos ez? Csak ide-oda menni. Tehát született a lengyelek és a németek között egy megállapodás az első világháborút követően, hogy átjárhatnak a németek Kelet-Poroszország és Németország között. Egy úton, ugyanúgy. És az angolok, tehát a britek bíztatták a lengyeleket, hogy zárják le ezt az utat. Fogták, mert azt mondták a lengyelek, hogy megvédünk, vagy azt mondták a britek, hogy megvédünk benneteket, ha lezárjátok. Oké? Okay. Erre mit csináltak a izék, a lengyelek? Lezárták ezt az utat. Tehát lezárták az összeköttetést a két nemzet között. Érted? A két azonos nemzet között. Erre fogták, és nem azonnal, valamennyi idő múlva megtámadták a lengyeleket, a németek. De nincs világháború, nincsen. Erre fogták, mikor a lengyeleket megtámadták a németek, a brit birodalom hadat üzent Németországnak. Megint ki hozta létre a világháborút? A brit birodalom. Most is kitámogatja legjobban Ukrajnát, a brit birodalom, beleértve természetesen a csatlósát, az Egyesült Államokat. Világos ez? Tehát amikor volt egy szabadságharc, tehát milyen szabadságharc? Gondold végig. Az angolok mentek ki Észak-Amerikába az ömében. Második nép a legtöbb a német volt. Tehát Észak-Amerika, a mai Egyesült Államok, az két népből állt leginkább. Az angolokból és a németekből. Oké? Miért akartak volna elszakadni a britektől? Az azt jelenti, hogy volt egy szabadságharc, de az azt jelenti, hogy az angolok megállapodtak, a britek megállapodtak az USA-val, hogy kivonulunk, feladjuk ugye a területet, hogyha továbbra is háttérben hozzánk tartoztok. Világos ez? Persze, hát az összes gyarmatlást csinálták. Indiától kezdve Ausztráliáig mindezt csinálták, Új-Zélanddal, stb. Mindezt csinálták. Érted? Hogy az USA-t látszólag feladták.
de a brit birodalom része. Sőt, még úgy is feladták, hogy ott a királynő nincs. De akkor is a brit birodalom része. Hát most gondold végig, a brit birodalom egy komor fegyverzettel rendelkező valami volt, amikor volt a szabadságharcuk, az amerikai szabadságharc. Nekik meg gyakorlatilag miük volt az észak-amerikaiaknak? Semmiük, érted? Semmiük. Nem azért mentek ki, hogy háborúzzanak, hanem azért, hogy új világban karriert csináljanak. Érted? Azért. És hogy győzték le? Úgyhogy fogták és feladták egy ilyen feltétellel Észak-Amerikát, hogy maradjon a brit birodalom része. És az is maradt. Világos ez? Tehát gyakorlatilag úgy tűnik, hogy az Amerikai Egyesült Államok a világ vezető hatalma, közben nem az Amerikai Egyesült Államok a világ vezető hatalma, hanem a brit birodalom, amelynek valamilyen szinten csatlósa az Amerikai Egyesült Államok. Világos ez? Ennyi. Na most, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag erről szól a történelem. Tehát egy olyan világban élünk, ahol az emberek nem a valóságot ismerik, hanem a történelmet. Tehát a történelmet mindig a győztesek írják. Mindig a győztesek írják. Soha nem a vesztesek. És úgy módosítják a történelmet, ahogy akarják. Érted? És utána azt tanítanak a gyerekeknek az iskolákban, amit akarnak. Hát most gondold végig, vajon miért van az, hogy be kellett vezetni az állami oktatást? Hogy nehogy véletlenül a tanárok azt tanítsanak, amit akarnak. Mert ugye évszázadokig nem volt állami oktatás, vagy évezredekig nem volt állami oktatás. Magánoktatások voltak. És a magántanárok azt oktattak, amit akartak. Világos ez? És nyugodtan oktathattak a gyerekeknek nacionalizmust. Minden további nélkül. Ezáltal volt hazaszeretet. És volt harc a saját nemzetért. Bevezették az állami oktatást. Miért? Hogy nehogy már ne kontrollálják, hogy mit tanítanak a gyerekeknek. Tehát azóta mindenütt, ahol állami oktatás van, kontroll alatt tartják a gyerekek oktatását. Világos ez? Most ebben szigorítani akarnak. Ami azt jelenti, hogy az a tervezet, hogy bevezetik azt, hogy csak és kizárólag azt taníthatják, amit ők akarnak. És semmi szabadságuk ne legyen a tanárnak, hogy mit tanít. Nulla. Érted? Mert abban a pillanatban, ha nem azt csinálja, és ezt valaki bejelenti, hogy most ezt mondta, vagy azt mondta, abban a pillanatban szankció van a tanárral szemben. Na most vajon miért kell az oktatást így kontrollálni? Gondold végig, ebben biztos jót akarnak, nem? Tehát a gyerekek tanításának ilyen fokú kontrolljával biztos jót akarnak a jövő generációjának. Hát ha valaki ezt gondolja, hogy jót akarnak ezzel a jövő generációjának, én arra azt tudom mondani, hogy az illető elmebeteg. Nem tudok más mondani. Tehát, na most gondold végig, tehát egy olyan világ van, ahol folyamatosan egyre nagyobb kontroll van, egyre nagyobb ellenőrzés, egyre nagyobb szigorítás, stb. Minden téren. Egyre több elvonás, egyre kevesebb vagyon van a egyre nagyobb többségnél. Érted?
És mi lesz ennek a vége? És az emberek ezt simán azt mondják, hogy jó. Mennyi? Ez van, ezt kell szeretni. Csak a nyugdíj jöjjön, többit meg úgy. Ugye itt elhangzott az, hogy nyugdíj. Erre én csak annyit tudnék mondani nyugdíjával kapcsolatban. Én már hallottam olyan országról, nem is messze van ez az ország, ahol hirtelen a nyugdíjat, mint tudom, hány százalékkal csökkentették. Itt Európában. Oké? De ilyen több 10%-kal. Én azt hiszem valami 30-a. Hát gondoljátok végig, logikusan gondoljátok végig. Az egészségügy, hát mondhatjuk azt, hogy lassan haldoklik. Tehát az állami egészségügy. Tehát az állami egészségügy lassan haldoklik. Tehát ami azt jelenti, hogy nem is olyan lassan haldoklik, elég gyorsan. Tehát az azt jelenti, hogy nem teszik bele a pénzt. Érted? Tehát azért haldoklik, mert kiveszik belőle a pénzt. Úgy kiveszik, hogy nem teszik bele, mert abból nem tudnak kivenni, abból csak beletenni tudnak. És nem tesznek annyit bele. Érted? Na most, ez nem azt jelenti, hogy több a beteg, hanem azt jelenti, hogy kevesebb pénzt raknak bele. Az állami egészségügyet nyilván az állam finanszírozza. Egyértelmű. Na most, a nyugdíjnál ugyanez a helyzet. A nyugdíjat szintén az állam finanszírozza. Hát a nyugdíjat meg lehet úgy ölni, hogy van egy infláció, és az infláció töredékével emelik a nyugdíjat. És már meg is van ölve a nyugdíj. Az azt jelenti, hogy évről évre a vásárló értéke a nyugdíjnak kevesebb. Nem kell kevesebbet adnia a nyugdíjasoknak. Elég, hogyha fenntartják az inflációt. Oké? És, tehát a pénzromlást fenntartják, hogy világos legyen, és onnantól kezdve a nyugdíj értéke csökken. Ennyi. Érted? A mai világban nem kell azt mondani, hogy ide kevesebb pénzt rakunk be, vagy oda kevesebb pénzt rakunk be. Nem kell mondani. Hát fogják, és megnövelik az inflációt, és onnantól kezdve kevesebb értéke lesz annak a berakott pénznek. Világos ez? Tehát az infláció az jó a gazdagoknak. Oké? A népnek nem jó. Amikor infláció volt, nagy növekedést értek el a gazdagok. Hogy? Mert játszanak. Játszanak. Tehát most gondold végig, mondok egy példát, hogy értsétek. Van a tőzsde, mindenki hallott már a tőzsdéről, nem? Ugye, hogy a tőzsdén azt gondolja a legtöbb ember, hogy csak azon lehet nyerni, hogyha egy cégnek a papírjai növekednek. Hát képzeld el, azon is lehet ugyanolyan mértéket nyerni, hogyha egy cégnek a papírjai, tehát az értéke a cégnek csökken. Hogy? Érted? Hogy? Nem logikus. Érted? Ami azt jelenti, hogy most mióta a tőzsdék bajba vannak, ugye óriási nyereségeket értek el a jómódúak, a gazdagok azzal, hogy arra játszottak, hogy nem nőni fog az értéke annak a cégnek, és ezáltal haszna lesz, hanem hogy mínuszba megy a cégnek az értéke, tehát a papírjainak, a részvényeinek az értéke, mert részvényekről van szó. Érted? Hogy lehet ezt megcsinálni? Hogy lehet a mínuszból értéket csinálni? Nem a nullából, a mínuszból hogy lehet értéket csinálni?
Érted? De ez a legtöbb ember nem tudja, mert nem tőzsdézik. És milliárdokat nyernek emberek, cégek, stb. Családok azon, hogy éppen lefele megy valamelyik cégnek az értéke. Érted? Ugye a tőzsdén de nem csak cégek vannak, hanem termékek. Terményeknél is ugyanezt meg lehet csinálni. Mit tudom, lehet arra játszani, hogy a búza ára az nem fölfele fog menni, hanem lefele. Érted? És ha a búza ára lefele megy, akkor egy csomó pénzt nyer. Hogy? Érted? És ugyanez a kőolaj is ott van tőzsdén, ugye ez a terméktőzsdék. Ha a kőolaj éppen lefele megy, és eltalálta, akkor egy csomó pénzt nyer vele. Érted? Hogy? Hát az összes tőzsdét föl kéne robbantani. Úgy, ahogy van. Úgy, ahogy van. Nyilván nem én fogom megcsinálni. De hát ez valami hihetetlen. Mert az tök logikus lenne, hogyha valami emelkedik, akkor az több értéket termel, és akkor abból nyernek. De hogy lehet pénzt nyerni abból, ami kevesebb? Érted? Ha elveszek tőled 100 forintot, neked hogy lesz több pénzed? Hogy? Hát egyszer, érted? Tehát a tőzsdét arra találták ki, érted, hogy embereket tegyenek tönkre, és a gazdasággal úgy játszanak, hogy akarnak. Érted? Mi az, hogy egy terméknek a tőzsdé határozzák meg az árát? Miért? Érted? Miért? Miért ne adhatná el az egyik ország ennyiért, a másik meg annyiért? Vagy az egyik vállalat ennyiért, a másik meg annyiért? Érted? Hát régen így volt. Hát így van, persze. Tehát eszméletlen, ami ebben a világban van, csak az emberek nem látják át. És ez nem javul ez a helyzet, hanem folyamatosan romlik. Érted? Tehát az emberek nem látják át, mert ilyenben nem vesznek részt. Én tőzsdéztem egyszer életemben, nem magánszemélyként, egyszer életemben cégként, nem cégként. Tőzsdén ugye jó volt, semmi gond nem volt avval, de mikor magánszemélyként tőzsdéztem, akkor vesztettünk úgy cirka 10 milliót. Úgyhogy megérte, nem is az a lényeg. Így van, tanultam belőle, hogy nekem nem szabad tőzsdézni. Ez nem most volt, 20 éve. Szóval a lényeg az, hogy hát ha valaki nem látja át, hogy mi, ezt azért mondom, hogy lássátok már át, hogy akik nem látják át, azoknak tudjatok erről beszélni. Érted? Tehát, hogy az embereket fel kellene világosítani arról, hogy egy nehezülő világban élünk. És mi arra a megoldás? Nem az, hogy, tehát gondold végig, a hatalomnak nem érdeke az, hogy a lakosságnak jobb legyen, ha érdeke lenne, akkor nem lenne egy folyamatos romlás. Nem logikus? Tehát akkor hogy lehet ezt megoldani? Tehát úgy azért tudják ezt megcsinálni a hatalom, mert a lakosság butul. Tényleg butul. Ahogy butul a lakosság, úgy egyre többet tudnak velük megtenni. Ez van. Minél butább a lakosság, hát gondold végig. Egy állattal, amelyik nem tud gondolkodni, azt csinálsz, amit akarsz. Világos az? Az azt jelenti, hogyha lesorvasszák az emberi gondolkodást az állat szintjére, ugye azt mondtam, hogy az állat nem tud gondolkodni, tehát arra lesorvasztják az emberi gondolkodást, hogy az emberek ne gondolkodjanak, ne tudjanak gondolkodni, azt csinálnak velük, amit akarnak. Érted? Tehát mondom, az állattal, mivel nem tud gondolkodni, azt csinál az ember, amit akar. Egy nem gondolkodó emberrel azt csinálnak, amit akarnak. Világos? Ugyanúgy, mint egy állattal.
De az ember egy gondolkodó lény, és szépen nem lehet egy év alatt elérni, hogy az emberek ne gondolkodjanak, hanem az évtizedek kellenek, hogy az emberek ne gondolkodjanak. És elég jó szintre eljutottak már ebben a kapcsolatban, hogy az emberek ne gondolkodjanak. De hát most gondold végig, mi lesz ebből a világgal? Mi lesz? Ezért lett ez a világ létrehozva, hogy állati módon éljenek az emberek? Vagy állati gondolkodás szintjén, ami ugye az állat nem gondolkodik? Ezért hozták létre ezt a világot? Mert ugye ez egy létrehozott világ. És nem a hatalom hozta létre ezt a világot, hanem a fentiek. Érted? Azt gondolod, hogy ezért hozták létre? Hát ha mi lesüljünk az állati szintre, akkor nem teljesítjük azt a küldetésünket, hogy visszakerülhessünk ahhoz az értelmi szinthez, amivel ők rendelkeznek. Mert onnan jöttünk, arról az értelmi szintről, amivel a fentiek rendelkeznek. Ezt értsük már meg. És az a dolgunk embereknek, hogy olyan értelmi szintre jussunk, mint amilyen értelmi szinten ők vannak. Érted? És akkor ezzel szemben lejutunk az állati szintre. Ha mit gondolsz, mit fognak velünk csinálni a fentiek? Levágnak. Állatnak levágnak, így van, vagy állatként levágnak. Hát így van, szó szerint. Szó szerint. Szó szerint. Tehát egy olyan világba haladunk, ahol egy megoldás van mi. A tudatosodás, ez a megoldás. Tanulj, fejlődj, érted? Tanulj, fejlődj. Nem mindegy, hogy mit, az a baj az internetes tanításokkal, hogy nem tudod, hogy melyik ami hiteles. Melyik ami igaz. Az internetes tanítások tele vannak hazugságokkal. Érted? Miért? Hát, hogy félrevezessék az embereket. Hát gondold végig, az egy hiteles tanítás, hogy majd jön Jézus és megoldja. Vagy majd jönnek az UFO-k és megoldják. Vagy majd jönnek az istenek és megoldják. Neked nem kell más csinálni, csak imádkozni. Ez a megoldás. Hogy ne csináljunk semmit, csak imádkozzunk. Hát elmennek a jobb idős francba. Erre ezt tudom mondani. Érted? Hát imádkoznak évezredek óta az emberek, és jobb lett? Nem. Hát kitörülhetik az imájukkal a mácsójukat. Érted? Persze, használ az ima, ha teszed a dolgodat. Érted? De a legtöbb embernek azt mondják, hogy nem kell csinálni semmit, csak imádkozz. Mert egy olyan világban élünk, ahol imába bármit meg lehet csinálni. Hát az ima és a meditáció között nem sok különbség van, érted? Nem sok különbség. Ugyanúgy a meditációval is kitörülheti az ember a hátsóját, érted? Hogyha nem teszi a dolgát. Ugyanaz. Tehát az embernek egy olyan világban élünk, ahol tenni kell, teszi a dolgát, és közben mentálisan alátámasztja az egészet. Most, hogy azt imával, vagy meditációval, ez most részletkérdés. Hát gondold végig, attól, hogy imádkozik valaki, jobb emberré válik. Attól, hogy imádkozik, jobban fog bánni másokkal. Attól, hogy imádkozik, jobban fog bánni a párjával. Attól, hogy imádkozik. Nézzük. Ezeken a területeken bármelyikkel jobban fog bánni. Tízessel. És mi van a többivel? Érted? Mi van a többivel? Mi van a kilenccel? Attól, hogy imádkozik önmagával, attól, hogy imádkozik, több lesz az önbizalma? Sikeresebb, eredményesebb lesz az életében? Ki van csukva? De ugyanez a meditáció. Attól, hogy meditál, attól sikeresebb lesz az élete? Attól, hogy valaki meditál vagy imádkozik, etikusabb lesz? Miért lenne etikus?
az etikussághoz tudás kell, az önbizalomhoz tudás kell, önbecsülés, önértékeléshez tudás kell, a pároddal való bánásmódhoz tudás kell, szüleiddel való bánásmódhoz tudás kell, gyerekeddel való bánásmódhoz tudás kell, másokkal való bánásmódhoz tudás kell, munkáddal való bánásmódhoz tudás kell, pénzzel való bánásmódhoz tudás kell, környezeteddel való bánásmódhoz tudás kell, hatóságokkal való bánásmódhoz tudás kell. Nem elég az ima, nem elég a meditáció. Attól, hogy megmondják, mi a frankó, milyenné kell válnod, honnan tudod, hogy hogy fogsz oda eljutni? Van rá módszered? Mert azt is tanítják máshol. Máshol nem tanítják azt, hogy hogy jutsz el A-ból B-be. Azt elmondják, hogy legyél ilyen, most ilyen vagy, de legyél olyan, de azt, hogy hogy juss oda, azt nem mondják. Mondták már neked azt életedben, itt PPH-n kívül, hogy a fejlődni akkor fogsz, hogyha csapatod van, mert akkor tudod gyakorolni azt, amit benn fejlődni akarsz. Én megéltem azt, másként nem lehet fejlődni. Lehet egy picit, aztán kész, ennyi. Nincs kihívás, érted? Hát látom azt, hogy azok az emberek, akiknek nincs csapatuk, mennyit fejlődnek. Fejlődtek, kicsit jobbak, jobb emberek lettek. Tényleg, jobb emberek lettek. De azon kívül, hát csak kicsit jobb embernek kell lenni. Hát azt látom, hogy valaki elkezd tanulni, és azt gondolja, hogy neki nem kell csapat, és mi történik? Itt van 10 éve, és 10 éve és még mindig alkalmazott. Érted? Még mindig alkalmazott. Hát a fejlődés az nem az alkalmazotti lét. Basszus kulcs. Hanem az önállóság. Ahol nem más mondja meg, mit tegyél, hanem te mondod meg, hogy mit tegyél. Érted? Hát milyen fejlődés, hogyha neked meg kell mondani, mit tegyél? Az milyen fejlődés? Hát az a fejlődés, ahol az ember önállóvá tud válni. Érted? Miért fejlődés? Mert aki önálló, az rá van kényszerülve arra, hogy gondolkodjon. Világos ez? Akinek megmondják mindig, hogy mit tegyen, annak nem kell gondolkodni. Értitek? Csodálkoznak az emberek, hogy nem úgy fejlődnek. Persze, mert nem tesznek. Azzal, hogy elméletben te jó akarsz lenni, az olyan, mint az ima. Ez kevés. Érted? Tehát nap mint nap tenni kell azért, hogy jobbak legyünk, jobbá váljunk. És úgy kényszerülünk rá, hogy emberek vesznek minket körül. Érted? És azt akarjuk, hogy az emberek elfogadjanak minket. Érted? Ha nem fejlődsz, hogy fognak elfogadni az emberek? Most gondold végig, mit tudom én, volt egy baráti köröd, mielőtt idejöttél. A barát azért barát, mert olyan, mint te. De ha te jobb leszel, mint a barátaid, már nem akarnak veled barátkozni. Meg te se velük. Tényleg. Tehát lesz egy új baráti köröd magasabb szinten. Érted? De ők ugyanaz, ha nem fejlődsz, megmaradsz azon a szinten. Érted? Tehát az ember hogy fejlődik? Úgy, hogy olyan emberekkel veszi körül magát, akiknek igényük van a folyamatos fejlődésre. Itt van már PPH-s tanuló az összes barátod? Ki van csukva? Ki van csukva? Azt tudod, mit jelent? Az azt jelenti, hogy olyan barátaid vannak, akik egy picit se akarnak fejlődni. Világos ez?
És azt hiszed, hogy te attól fogsz fejlődni, hogy a barátaid nem akarnak. Hát akkor óriási tévedésben vagy. Félsz attól, hogy elveszíted a barátaidat? Lesznek sokkal jobbak. Érted? Sokkal jobbak. De hát akkor is, ha nem innen szerzed a barátaidat, gondold végig. Megint ugyanaz lesz, hogy lehet, hogy egy magasabb szintű társaság lesz a barátod, barátaid, de ott megint megrekedsz azon a szinten. Érted? Mert ők nem akarnak fejlődni. Neked olyan barátokra vannak szükséged, akik akarnak folyamatosan fejlődni. Világos voltam? Azok meg itt találhatók, sehol máshol. Világos voltam? Mert itt az emberek jó része akar fejlődni. Érted? De itt is az emberek jó része milyen része akar fejlődni? Hát körülbelül 30%. Ezt látjuk. A 70% el van. Kicsit jobb az életem, kicsit jobban vagyok, érted? Kicsit jobban érzem magam, de hát ez már jobb, mint előtte volt. De a világ romlik. És utána mit csinálsz? Hm? Utána az már kevés? Csomó olyan dolgot hallottál a mai nap folyamán, amit érdemes lenne visszahallgatni, hogy mit mondjál az ismerőseidnek, érted? Csak úgy mondom tanácsként, hogy állunk az idővel? Már rég lejárt. Nem, mert érdekes volt. No, hát ha úgy gondolod, úgy látod, hogy szeretnél fejlődni, akkor itt a helyen. Ha nem szeretnél fejlődni, akkor köszönjük, hogy meghallgattál engem. Jó, akkor megkérlek, hogy ha nem szeretnél fejlődni, akkor ne nézd az előadásaimat, jó? Akkor mi nem kérünk abból, vagy én nem kérek abból, hogy te nézd az előadásaimat, ha te nem akarsz fejlődni. Ilyen egyszerű. Köszönöm szépen a figyelmedet, szeretlek benneteket, sziasztok!